Az Arácsi Városrész képviseletére vállalkozik Forstoffer Ágnes turisztikai szakember. A június 9-i önkormányzati választáson Balaton-Füred 8-as számú választókerületében indul független jelöltként. Terveiről és céljairól beszélt a TV-nek. A rácson nőttem fel, és jelenleg is itt élek a családommal, úgyhogy helyi lakosként, szülőként és turizmusban dolgozó cégvezetőként is jól ismerem a város mindennapjait. Régóta fontos az életemben a társadalmi felelősségvállalás a közösségekért végzett munka, és ezért gondoltam arra, hogy vállalkozom a rács 800 számú választókörzet képviseletére. Három dolgot tartok nagyon fontosnak, amit kiemelnék hogyha képviselő lennék, akkor a tájékoztatásra, kommunikációra nagyon odafigyelnék. Egy itt élő tudja leginkább megmondani, hogy mire van szüksége a körzetnek. Például egy útfejlesztésnél is így van ez, hogy meg tudjuk mondani, merre folyik a víz, vagy milyen műszaki problémák vannak, és így lehetne az biztosítani, hogy minden egyes fejlesztésre költhető forint hatékonyan és hosszú távon tudjon hasznosulni. Második az infrastruktúra. Már sok beszélgetést folytattam, és itt azért vannak nagyon fontos igények, amiket szeretném, hogyha lépésről lépésre meg Valósítani. Elsősorban a biztonságos közlekedés célzó igények merültek fel, feljárda, gyalogátkelő, buszmegálló és nagyon sok minden egyéb, illetve gondolkodom hulladékkezelési kérdéseknek a kialakításába is, hogy ebben tudjunk itt fejlődni. És a harmadik, ami a legfontosabb értéke a Rácsnak, azok az itt élő emberek és közösségek. Az ő támogatásukra nagyon oda kellene figyelnünk, és minden segítséget megadni, hogyha egy rászoruló van, akkor neki kreatívan és fenntartható módon megoldani a problémát a közösségeket, az együtt töltött időt, a szórakozást, a sportolási lehetőségeket támogatni. Infrastruktúra van, de még sincs. Szeretném, hogyha ebbe fejlődnénk. A házak száma nőtt, egy kicsit a szolgáltatások elmaradtak. Erre nagyon oda kellene figyelni és egy olyan arácsot létrehozni, amiben mindenki még jobban szeret élni. Aki erről szeretne velem bővebben beszélgetni, őt szeretettel várom május 26-án, vasárnap 17 órára az Arácsi Népházba, és egy kötetlen beszélgetés keretében szívesen beszélgetek a Rácsról, és mindenkit buzdítok, hogy menjen el június 9-én szavazni.